Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Eperjesi Témá vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egyeztetés. Az épülő szekszárdi uszoda üzemeltetéséről tárgyaltak. Sajtótájékoztató. Ismertették az új színházi évad előadásait. Az olimpikonokat bíztatják. Magyar színekbe öltözve szurkolnak a sportolóknak. Fárasztás biztonságosan. Tanácsok a gazdiknak. Berlinger Attila szekszárd polgármestere, Horváth István, Tolna vármegye országgyűlési képviselője és Dalla Tamás, a Nemzeti Sportügynökség Non-Profit ZRT uszoda üzemeltetési igazgatója közös egyeztetés folytatott az épülő szekszárdi uszodáról és annak jövőbeni működtetéséről. A felek ezt követően sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről. Nagyon jó és gyümölcsöző kapcsolatrendszer felépítésén fogunk dolgozni. Az állami tulajdonú Nemzeti Sportügynökség Non-Profit ZRT üzemelteti majd a már épülő szekszárdi uszodát. A felek most a jövőbeni feladatokról, üzemeltetésről egyeztettek. Én azt gondolom, a város, maga az önkormányzatnak szükséges ezzel kapcsolatban is egy vízióval, egy jövőképpen rendelkezni, és mindenképpen azt tartanánk előremutatónak és megnyugtatónak, ha itt a következő években a fedetuszoda megépítése után ezek a szakmai kérdések is előtérbe kerülnének. Az új uszoda a szekszárdi élményfürdő mellett épül, amelyet jelenleg a város üzemeltet. A képviselők a későbbiekben dönthetnek majd arról, hogy a strandot is az uszodát üzemeltető cég működtesse. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes átgondolni, nem biztos, hogy ez egy életszerű döntés. Ha már ilyen kiváló szakmai kapcsolatot sikerült kiépítenünk az elmúlt időszakban az országos uszoda felügyeletet végző céggel, ezzel a szakmai intézménnyel, akkor bizony, én azt gondolom, hogy az ősz folyamán egy olyan bölcs döntést is érdemes előkészíteni, hogy akár a későbbiekben a városi strand és élményfürdő is egy szakmai kézbe, egy megbízható gárda kezelésébe kerüljön. Az üzemeltető Nemzeti Sportügynökség Non-Profit ZRT-t Dalla Tamás korábbi kiváló vízilabdázó képviselte. 50 uszoda van jelenleg, ahogy említettem, Csenget, most maradjunk itt helyszínen, Tolnáig van 40 tanuszoda, ez a mindenki tanuljon meg úszni programba épültek, ott vannak nagy csoportosok, első-második osztályos, tehát a tanterve benne lévő, tanterv alapján mennek az úszásoktatások, úgyhogy ez egy jó dolog, ez van a legkisebb, az olyan 250-300 foglalkozás van hetente, a legnagyobbakban meg van 1000-1200 foglalkozás per hét, tehát ennyi gyerek és rengeteg így megtanul pluszban úszni. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az állami működtetés a város számára több 100 millió forintos megtakarítást jelent. A szekszárdi sportuszoda üzemeltetésével kapcsolatosan ez egy nagyon fontos megbeszélés volt, hiszen korábban említettük, hogy az állam átvállalta az uszodának a megépítését, és most már egyértelműen átvállalta annak a fenntartását és az üzemeltetését, és az állami uszodákat üzemeltető állati igazgatója, Dalla Tamás igazgató úr volt itt, és az átadás átvétel, illetve a felkészülés az átvételre megbeszélések voltak, több minden részt érintettünk. A kivitelező tájékoztatása alapján az előre tervezett ütemtervet tudják tartani, így az új szekszárdi uszoda 2025 őszén nyithat. Sajtótájékoztatót tartottak Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A 2024-25-ös színházi előadásokat ismertették, és többek között a bérletekkel, az önálló jegyvásárlással kapcsolatos információkat is. Gonda Mária ügyvezető igazgató számolt be az elmúlt színházi évad statisztikai adatairól. Két bérlettel készültek a gyerekek és a felnőttek részére is. Több mint 500 bérletet adtunk el a felnőtteknek. A kisiskolás és az óvodás bérletünk viszont szinte teltházzal működött, ott több mint 1000 bérlet került eladásra, így összesen 1517 darab bérlet került értékesítésre. Ez nézőszámban annyit jelent, hogy több mint 4300 néző vehetett részt a 8 darab előadáson, ami a Múzsa és az Orfeum bérlet keretében zajlott le, és szintén 4300 körüli gyermek láthatta a nekik szóló előadásokat. Volt 7 darab szabad előadásunk, ez összesen 10 előadás keretében zajlott le.
itt több mint 5200 fő látogatta az előadásokat. 1700 fő tekintette meg a három ingyenes előadást, amelyeket a Dériné program részeként valósultak meg. Fontosnak tartjuk ezeket az előadásokat azért, hogy azoknak az embereknek is tudjunk színházi élményt nyújtani, akik esetleg nem tudják megvásárolni a bérleteket, vagy egyáltalán nem jártak még színházban, és ezek az előadások teremtenek kedvet ahhoz, hogy a későbbiekben ők is a vendégeink lehessenek. Herné Szabadi Judit közművelődési szakember adott tájékoztatást a 2024-25-ös bérletsorozatokkal, megújításokkal és vásárlásokkal, valamint a szabad előadásokkal kapcsolatban. Készültünk két felnőtt bérlettel, két gyermekbérlettel. A felnőtt bérletek közül már megszokottan a Múzsa bérlet, Orfeum bérlet, gyermekbérleteink közül pedig van egy kisiskolás bérletünk, ami az alsó tagozatosoknak szól, és van egy óvodás bérletünk, ami az ovisoknak délelőtti időpontban. Ezek a bérletes előadások, ezek műfajilag nagyon sokszínűek, van közöttük vígjáték, van közöttük nagyon komoly dráma, van közöttük pszichotriller, van prózai előadás, zenés előadás, musical, családoknak szóló, felnőtteknek szóló, mindenfélét próbáltunk úgy összeválogatni, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. A Látomások című kombinált táncsót szeptember 17-én és 18-án adja elő a Freelusion produkció. A műsort eddig csak Budapesten láthatta a közönség, vidéken először Szekszárdon debütál. Szüreti napok előestéjén mindig szokott lenni egy ilyen nagy produkció. Az idén egy Queen estünk lesz. A Látomások címmel a Queen együttes dalaira összeállított zenés táncos produkció. Ez egy nagyon különleges tánc, nem néptánc, nem balett, ez akrobatikus táncot kell elképzelni, ami össze van komponálva egy 3D-s hologramos vetítéssel, a Queen zenéjére. A bérletek megvásárolhatóak a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában augusztus 1-től, hétfőtől vasárnapig, 13 órától 20 óráig. A szekszárdi járási ügyészség kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat egy 61 éves nő ellen. A vádlott idén márciusban a szekszárdi kórházban benyitott az egyik rendelőbe, ahol észrevett egy őrizetlenül hagyott mobilt és egy női táskát. Magához vette a telefont és a táskában lévő pénztárcából 5000 forint készpénzt, majd távozott. Az okozott több mint 70 000 forint kár nagy része a telefon lefoglalásával megtérült. A Tolna vármegyei kormányhivatal által Szekszárdon szervezett gyermektáborba kapott meghívást a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség kutyás szolgálatának két munkatársa, Putnoki Krisztián és Köte László, illetve járőrtársaik Max és Jack bemutatóval készültek a gyerekeknek. A tábor lakói elkészítették saját új és tenyérnyomatokat is, emellett a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályairól is kaptak információkat. Országos strandröplabda sikert ért el a Tolnai Vitál Sport és Szabadidő Egyesület. Július 26-án pénteken rendezték az U16-os korosztály megmérettetését Csepelen. A szervezetet Péter Krisztina és Tóth Olivia, illetve Lajtai Vörös Viktor és Fas Donát képviselték. Előbbiek 5 meccsükből 4-et megnyerve a dobogó 3. fokára állhattak, így megvan a csapat idei első érme döntőről. A fiúk 4. helyen végeztek. Szekszárdon edzőtáborozik a Gemenc Judo Klub. A gyerekek minden nap az egyik helyi étteremben ebédelnek. Az ide vezető utat pedig magyar színekben, zászlókkal, dudákkal teszik meg, így szurkolva a párizsi olimpián résztvevő magyar sportolóknak. A felvonulás mindig elnyeri a járókelők, autósok tetszését is. A Gemenc Judo Klub szekszárdi edzőtáborában napi 3 edzésen vesznek részt a fiatal sportolók. A gyerekek a kemény tréning mellett a párizsi olimpia eseményeit is követik. Amikor ebédelni mennek, akkor pedig magyar színekbe öltöznek, így vonulnak fel az utcán, kifejezve támogatásukat a magyar olimpikonok felé. Hát ugye nem jellemző már Európában a hazafiasság, mi hál' Istennek megtartottuk. Én nagyon kiemelt fontosságot szentelek neki is az Egyesület is, és igenis érezzék a gyerekek, lássák azt a gyerekek, hogy milyen munkával, mennyi lemondással lehet egy ilyen helyre eljutni. Azt a részét ugye nem látjuk, amikor a sportolók lemondanak, csak a sikereket, győzelmeket látjuk. Sajnos a magyar társadalom inkább a vereséget látja, a sikertelenséget. Mi nálunk, mi azon a véleményen vagyunk, aki ott van az olimpián indulóként, akármilyen nemzet, akármilyen sportoló, az már egy olyan siker, amit, hogyha mindenki a saját területén hozna az életbe, akkor szárnyalna a világ. A felvonulás a helyiek tetszését is elnyerte.
Igen, mi is úgy vettük észre, most már tegnapi napon már dudáltak, már integettek, örömködtek. Úgy érzem, hogy az embereknek a nagy jelentős része ezt nem úgy fogja föl, hogy itt páváskodnak a fiatalok, hanem hogy igenis valamiért ők be vannak öltözve. Simon Máté már sok éve jár az Egyesület edzőtáboraiba. Minden évben nyáron megrendezzük az edzőtáborokat. Hát úgy szokott lezajlani, hogy minden reggel egy futással kezdünk. Három edzés szokott lenni. Az első egy futóedzés, a második a erősítő edzés edzőruhába, a harmadikba pedig judo ruhába erősítünk. A fiatalok az olimpia ideje alatt nagy lelkesedéssel szurkolnak nem csak a judósoknak, hanem az összes magyar sportolónak. Fontos, hogy az olimpikonok, hogy ugye milyen eredményt elértek, és ezért megmutatjuk mi is, hogy mennyire szeretjük őket. A párizsi olimpián a cselgáncsúzókat Tolna vármegyéből a Paksi atomerőmű ESE két sportolója, Pupréka és Gercsák Szabina is képviselte. Pupréka előkelő 5. helyet szerzett, Gercsák Szabina a selejtezőkben búcsúzott. Nagy Dorog nagyközség önkormányzatának képviselő testülete az idei évben is szeretné segíteni a gyermekeket nevelő családokat, és megkönnyíteni az óvodáztatás, iskoláztatás terheit. Az önkormányzati támogatást kérelmezni kell egy formanyomtatványon keresztül augusztus 2-áig. Továbbá nyilatkozni és igazolni kell a család jövedelmét. A segítség egyszeri 15 000 forintos összeget jelent. További információk a település honlapján olvashatók. A Paksi atomerőmű SR judósa Gercsák Szabina kikapott Ausztrál ellenfelétől július 31-én szerda délelőtt. Gercsák nem találta a fogást riválisán, és a 2. perc elteltével már 2 intésnél tartott. A hosszabbításban a 13. másodperc elteltével egy hátsó gáncsa földre vitte vetélytársa Gercsákot, és így ő győzedelmeskedett. Sokan szeretnék a nyári melegben is lemozgatni kedvenceiket, főleg a nagy energiával rendelkező kutyákat. Fontos azonban ilyenkor több szempontot is figyelembe venni, nehogy bekövetkezzen egy baleset vagy rosszul lét a négylábúaknál. Kis Anikó, a Tolna megyei ebbtenyésztők és ebbtartók egyesületének elnöke fogadott minket pályájukon, és beszélt részletesen a legfontosabb tényezőkről, amik a kutyások számára hasznos lehet ebben a melegben. Ebben a meleg időben megpróbáljuk a vasárnap reggelt is minél korábban kezdeni, 6:30-7 óra körülbelül a csoportos foglalkozások, és a pénteki egyéni tréningek meg most már nagyon sokszor 6:30-7 óra után kezdődnek csak. A kutyáknál nagyon fontos, hogy ebben a melegben az aktivitásuk azért kicsit csökken, tehát nagyon kell arra figyelni, hogy ne hajtsuk túl őket. Vannak olyan bizonyos jelek, amik megjelennek, amikor már kezdenek túlhevülni, hogy a testhőmérsékletük melegszik, ők csak a nyelvük felületén képesek párologtatni, és ezért hamarabb hajlamosak arra, hogy túlhevüljenek. És például ilyen jelek, amikor túlzottan lihegnek, és már szinte megállás nélkül folyamatosan lihegnek, a pulzusok, szívverésük felgyorsul. Az ínyük és a nyelvük elszíneződése is intőjel, valamint a hányás is már azt jelzi, hogy az állat nagyon rossz állapotban van. Ilyenkor azonnali orvosi segítség szükséges. Vannak azonban olyan feladatok, amiket akár otthonunkban is elvégeztethetünk a kutyákkal, hogy oldódjanak. Mindenképpen olyan feladatokat válasszunk, amik nem nagyon erőteljes fizikai aktivitással járnak. Például ne ilyenkor akarjunk velük futni menni, reggel 9 óra körül, mert az nagyon sok lesz a kutyának már. Próbáljuk meg, hogyha egészségügyi sétára kell őket levinni napközben, azt is röviden intézni, és a betont is elkerülni, mert a kutyáknak nem csak a nagyon meleg, de a talpuknak a forró beton, a forró homok is nagyon ártalmas lehet. A szobában is lehet számos gyakorlatot elvégezni, vagy akár kint az udvaron árnyékos helyen. Ilyen például egy szimat munka, leegyszerűsített változata, kis utalomfalatokat elrejtünk akár a lakásban, akár az udvarban. Épp egy ilyen feladatot kapott Zsivány is, aki homokozói eszközök alatti utalomfalatokat keresgél. Ezek az egyszerű gyakorlatok főleg mentális erőfeszítést vesznek igénybe a kutyától, ami szintén kellő mértékben fárasztja őket. Ezek különböző trükkök, és majd egy keresés lesz a végén. Jó? Jó. Figyelj! Szia! Szia! Szuper! Le! Dek! Bravo! Kos! Figyelj! Lele! Lele!
Ha pedig strandra, vízi kikapcsolódásra visszük kedvenceinket, akkor jól jöhet számukra egy mellény, aminek köszönhetően nem tudnak a vízben elsüllyedni. Kettő darab csatvan rajta, ami biztonsági csatos. Aha, és ez egy kicsit kicsi is most már ránk. Jól van. És ugye itt ezen a részen fönntartja a kutyusnak a fejét, hogy véletlenül se tudjon víz alá kerülni. Regionális híreink következnek. Egészségablak. Már több mint 80 egészségügyi intézményben lehet időpontot foglalni a mobil alkalmazáson. Újabb esély, ha nem jött össze az egyetem. Elindult a pótfelvételi időszaka. Komplex energetikai korszerűsítés Görcsönyben. Felújították a művelődési házat. Magyarországon már több mint 80 egészségügyi intézményben lehet időpontot foglalni az Egészségablak mobil alkalmazáson. Az új, korszerű lehetőséghez egyre több járóbeteg szakrendelés csatlakozik, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Siófokon. Rétvári Bence a Siófoki Kórház rendelő intézetben tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a július 1-től bevezetett mobil applikációs időpontfoglalás első körben főként az állami fenntartású rendelők esetén volt biztosított, de bővül az önkormányzati fenntartásúak köre is, ahogy fokozatosan harmonizálják szoftvereiket az új rendszerhez. Én időpontot foglaltam egy beugaló nélküli szakrendelőbe, amit nekem adott időpontot augusztus 3-ára 8.45-re, és azon a napon, amikor jövök, akkor tudok húzni sorszámot, meg egy beutaló köteles időpontot foglaltam a reumatológiára, beutalót kaptam, és azt megkaptam szeptember 13-ára 12.30-ra. Gyors, egyszerű és kényelmes az időpont foglalás az egészségablak legújabb funkciójának köszönhetően. Már a Siófoki Kórház rendelőintézetben is bárki eljuthat az app segítségével a kiválasztott vizsgálatra. Az alkalmazás népszerű és egyre többen használják. Erről beszélt Vitályos Eszter, kormányszóvivő Siófokon. 3 millióan töltötték már le havonta, 2,5 millióan nyitják meg, és az e-recept funkció bevezetése óta több mint 1 millió egyedi felhasználója van az alkalmazásnak. A kiváltandó és a már kiváltott recepteket is tartalmazza, valamint tartalmazza a gyógyszerek betegtájékoztatóit, gyógyszertárkereső funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével egyszerűen és gyorsan megtalálhatjuk a hozzánk legközelebbi nyitvatartó gyógyszertárakat. Tartalmazza a házi orvos nevét, elérhetőségét, rendelési idejét, és az is nagyon fontos funkció, hogy ellenőrizhetjük, hogy befizették-e utánunk a társadalombiztosítási járulékot, van-e érvényes tajszámunk. A mobil alkalmazás július 1-től új funkcióval bővült, az időpont foglalás is népszerű a páciensek körében, ezt már Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára mondta. Kiemelte, a nem beutaló köteles ellátások tekintetében akár nyaralás közben is megnézhetjük, hogy az adott városban milyen szakrendelésre tudunk baj esetén időpontot foglalni. Legtöbb időpont foglalása az első hónapban az bőrgyógyászatra, szemészetre és fülorgégészetre történt. A legtöbb szabad időpont pedig nőgyógyászatra, sebészetre és tüdőgyógyászatra található, tehát mindenkit biztatunk, hogy ezeket vegyék igénybe. 80 intézményben lehet már Magyarországon mobil alkalmazáson vagy az egészségvonalon keresztül időpontot foglalni. Több ezer szakrendelés az, amelyik így megnyílt a digitális térben, és több 100 000 szabad időpont van jelenleg is, amikre a következő hetekre, a következő hónapokra foglalni lehet. Mi mindenkit arra biztatunk, próbálja ki ezt az alkalmazást, nyissa meg, nézze meg az időpont foglaló funkciót, nézze meg, hogy az ő környezetében, ahol ő lakik, ahol ő dolgozik, ott már vannak ilyen szakrendelések. Ha vannak, akkor nézze meg, hogy milyen szabad időpontok vannak esetleg arra, amire ő elmehetne, és arra biztatunk mindenkit, hogy aztán egy-két hónap múlva nézzen újra vissza, hiszen, ahogy mondtam, mind a rendelőknek, mind a rendeléseknek a száma az bővül. Rétvári Bence hangsúlyozta, az egészségablak nem csak a magyar családoknak, hanem az egészségügyi ellátórendszernek is segítséget jelent. Kapnak még egy esélyt a sikertelen felvételizők, hogy szeptembertől mégis valamelyik felsőoktatási intézmény hallgatói legyenek. Július 30-án elindult a pótfelvételi időszaka. A választható képzések között vannak államilag finanszírozottak is, így nem csak fizetős szakokra lehet bekerülni.
A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésén készült ez a felvétel Pécsen. Július 24-én este tudhatták meg a felvételizők, hogy bekerültek-e az általános felvételi eljárásban valamelyik egyetemre. Akinek ez nem sikerült, még reménykedhet, július 30-án, vagyis kedden elindult a pótfelvételi időszaka. Augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni. Ez egy jogvesztő határidő, ami azt jelenti, hogy ha a jelentkező beadja jelentkezését, minden szükséges dokumentumot csatolni kell. Hiánypótlásra nincs lehetőség a későbbiekben. A Pécsi Tudományegyetem mindig sikeresen szerepelt a felvételi ezen pót alkalmával, amely gyakorlatilag egy mentőv azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem kerültek be az általános felvételi eljárásban. Közel 300 képzést hirdetünk ezen a felvételi alkalmon, közel 3000 helyetre lehet pályázni. Egy képzést lehet csak megjelölni a pótfelvételi jelentkezésnél. Ha ezt megteszik, akkor fontos, hogy elérhetőek legyenek, javasolja a felvételizőknek az oktatási igazgató. Olyan e-mail címet jelöljenek meg a jelentkezők, amelyet naponta néznek, hiszen ide érkeznek majd az értesítések, akár a felvételi eljárásról, akár pedig arról, hogyha van olyan képzés, mint például a mesterképzések esetén, vagy ahol alkalmassági vizsga van, hogy magára a felvételi vizsgára is sor kerül. Ezeket a vizsgákat augusztus 12 és 22 között kell lebonyolítani a felsőoktatási intézményeknek, és augusztus 29-én lesz a pont meghatározás, pont megállapítás, ami után a jelentkezők megtudják, hogy eredményes felvételi vizsgát tettek-e vagy nem. Minden koron találhatnak meghirdetett képzéseket a jelentkezők. Elsősorban önköltséges képzésekre lehet jelentkezni. Tervben van azonban az, hogy a pedagógus képzésre, tehát a tanárképzésre állami ösztöndíjas helyek is kerülnek meghirdetésre, tekintettel arra, hogy elég nagy tanárhiány van az országban, és ezt pótlandó, akár osztatlan, akár pedig rövid ciklusú tanárképzésre, illetve pedagógus képzésre is lehet majd jelentkezni. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akik beadták az általános eljárás keretében is a lapjukat, de nem jutottak be a megjelölt szakok egyikére sem. Vagyis akit már felvettek valamelyik képzési helyre, de mégis máshol szeretné elkezdeni tanulmányait, és ezért pótfelvételizne, nem teheti meg. Az önköltség összege képzésenként változik. Pécsen például jogászhallgatóként 300 ezeret kell fizetni fél évenként, orvostanhallgatóként pedig 1 millió 350 ezeret, ha valaki most a pótfelvételivel akar bejutni. A meghirdetett szakok listáját a felvi.hu oldalon találják az érdeklődők. Komplex energetikai korszerűsítés történt a Baranyai Görcsönyben, a helyi önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzat együttműködésében. A fejlesztés célja volt a községi önkormányzat tulajdonában lévő művelődési ház felújítása. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. Kiemelten fontos helyszín a művelődési ház a Baranya Vármegyei Görcsönyben. Ez a közösségi szintér elsődleges helyszíne. Minden hétköznap délutáni programok várják az érdeklődőket, ilyen például a jóga, az ijászkodás vagy akár a hastánc. Az épület energetikailag nagyon leromlott állapotban volt, mondta a polgármester Kőszegi Tamás. Energetikailag nagyon korszerűtlen volt, régi és elavult gázkazánnal üzemeltettük az épület fűtését telente, ami éves szinten több millió forint plusz ráfordítást jelentett. A felújításnak köszönhetően az épület üzemeltetése sokkal gazdaságosabb, kedvezőbb. A felújítás során gázkazán csere történt, radiátor csere, nyílászáró, illetve az épület teljes elektromos ellátását biztosítja egy napelemes rendszer. Esztétikailag megújultak a mellékhelyiségek, a közösségi tér, a padlózat pedig új burkolatot kapott. Az emeleten a klímát is beépítették, és a festés is megtörtént. A községházát is energetikailag korszerűsítik, tette hozzá a polgármester. Az energiaárak emelkedése miatt a kormány és a vármegyei önkormányzatok a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból a lehető legtöbbet energiahatékonyságot javító, megcélzó beruházásokra teszi elérhetővé a közféra számára, mondta Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke. Tesszük mindezt azért, mert azt szeretnénk, hogy az önkátok kevésbé legyenek kiszolgáltatottak a mindenkori
általunk hát befolyásolni nem képes nemzetközi folyamatokra. Magyarul az a cél, hogy amikor egy-egy településen, polgármesteri hivatalba, közösségi házba, művelődési házba vagy könyvtárban energetikai értelemben korszerűsítés meg tud történni, ez magába foglalja a nyílászárók cseréjét, napelemek telepítését, a fűtési rendszer korszerűsítését, akkor ezáltal a település azt érje el, hogy kevesebbet kell rezsiszámlákra költeni, és kevesebbet, kisebb lesz a kitettsége különböző folyamatoknak, és a helyben meglévő forrásokat azt a településen élőkre lehet valójában fordítani. Ennek jegyében a Baranya vármegyei önkormányzat a területi operatív program plusz pályázati kiírás keretében mintegy 6,8 milliárd forintból támogatta a pályázó önkormányzatok középületeinek energetikai korszerűsítését, fogalmazott a vármegyei elnök. Erre jó példa Görcsöny és Bakony önkormányzata is, ahol a közösségi ház közel 60-60 millió forintból újulhatott meg. Ez magában foglalta mindkét településen a nyílászároknak a cseréjét, a napelemes rendszer telepítését, a fűtési rendszer korszerűsítését, minden olyan, mondhatjuk azt, hogy minden olyan fejlesztést és korszerűsítést, amely azt eredményezi, hogy kevesebb energiát használjon föl az adott közintézmény, és ezáltal kevesebb kiadása legyen a településnek, több maradjon ott helyben a településen más célra. A korábbi fejlesztési ciklusban közel 6 milliárd forint állt rendelkezésre. A mostani fejlesztési ciklusban, látva azt, hogy az energiakrízis milyen nagy nehézséget jelentett az önkormányzatok számára, jóval nagyobb, közel 7 milliárd forintos fejlesztési forrás állt a települések rendelkezésére, az energetikai korszerűsítést igénylő épületek felújítására, tette hozzá a vármegyei elnök. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Egyeztetés. Az épülő szekszárdi uszoda üzemeltetéséről tárgyaltak. Sajtótájékoztató. Ismertették az új színházi évad előadásait. Az olimpikonokat bíztatják. Magyar színekbe öltözve szurkolnak a sportolóknak. Fárasztás biztonságosan. Tanácsok a gazdiknak. Csütörtökön a megelőző napoknál felhősebbre, füllettebbre forduló, továbbra is nagyon meleg időnk lesz, sőt a déli országrészben fokozódik a hőség. Amíg zömében friss hajnalt követően a déli országrészben többfelé 35 fok fölé melegedhet a hőmérséklet, csapadék nem várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!